a borsó betakarítása után vagyunk, és jól látható, hogy a no tábla részen rengeteg szármaradvány fedi a talajt. Ezzel szemben ugye bőven találunk szármaradványt a mintil táblán is, de ott azért ennek egy jelentős része belet keverve a területre. A no bevezetéséhez rengeteg kísérlet, tapasztalat, és ami talán a legfontosabb, rendszerben gondolkodás szükséges. Tudja ezt Szeredi Attila is, akinek kis zombori no mintil kísérletébe látogattam ma el, így július közepén. Vele beszélgetek a következő percekben, Gribek Danit látjátok és halljátok, ez itt a Hektár Vlog, tartsatok velem! Attila, némiképp egy ilyen váratlan látogatást tettem most nálatok, és bekérettem magam ide a Nótil-Mintil no kísérletetek helyszínére. Azt látom, hogy a, a kalászos azt már betagarítottátok. Ugye, ha minden igaz, Így van, a borsótok van, ugye, a napraforgó mellett állunk, és még kukorica van ebben a kísérletben, letésforgóban. Mit lehet egyébként tudni a, a kísérlet alapjairól? Tehát ezt az Agrofil Kft. ügyvezetője Lajos Misi-nek volt az az ötlete. Ez a kísérlet, ez az országban négy helyen, négy talajtípuson van beállítva. Mi vagyunk az egyik ilyen úgymond középkötött talajon beáltott kísérlet. És ahogy elmondtad, ugye négy kultúra forog a rendszerben, négy ismétlésben. No-till és mint till művelési módokat hasonlítjuk össze. Így utólag azt mondom, hogy jobb lett volna egy no és egy forgatásos művelés. Szerintem jobb különbségek jönnének ki, mint így a minimum művelés és a no összehasonlítása között. Tehát minden évben a learatott mennyiségeket szoktuk alapul venni, mint eredményeket, de nagy szignifikáns különbséget nem tudtunk még az elmúlt három év alapján megállapítani. De az jó jel, mert hogy a Nautil-ben no elvileg kevesebb költség. költség van így van. Ez így van, tehát hogy azért egy művelési költség sorozatot úgymond megtakarítasz. Hogyha ez persze forgatásos lenne, akkor még nagyobb értéket tudnám megtakarítani, és még látványosabb lenne, úgy gondolom a különbség is egyébként egy parcella méret az nálunk a 300 négyzetmétert jelent, ami ugye egy 30 méteres permetezőhöz igazítottuk a porcella nagyságokat, és ezek 100 méter hosszúak, és ez négy ismétlensben van ugye egy randomizálva. Az eredmények végül is azért szépek voltak az elmúlt években. Itt mindig ami becsúfít, az, az a, az a vadvilág. Tehát vagy a nyulak teszik tönkre a napraforgó állományunkat, vagy pedig éppen most az idei évben a vált a bósó parcellák, meg az zörös galambok betakarítottak helyettünk. Ezt most csak közbeszúrom, mert ugye a mai témánk nem ez, de hogy itt ugye idézőjelesen panaszkodsz itt a biodiverzitásra, de hogy ezt részben magatoknak köszönhetitek, mert hogy nagyon komolyan odafigyeltek arra, itt néhány méterre tőlünk van Igen. az új mezővédő erdősávotok, idefele szalakótát láttunk, tehát hogy, hogy bosszant de igazából kifejezetten a gazdálkodásatoknak az egyik alapja az, hogy a természettel, például a madárvilággal együtt dolgozhatok. Így, Így van, tehát egyébként ez egy természetes dolog, hogy a kártétel minél kisebb a parcellád méret, vagy táblaméreted, annál nagyobb mérvű a károkozás. Egy 100 hektáros táblában sokkal kisebb mérvű nekünk a kártétel, szinte észre se vesszük. És, és itt egy kísérletben sajnos ez hatványozottan jelentkezik. Visszatérve Igen. a Nóti Minty kísérletre, azt említetted, hogy idén a borsóról inkább akkor ne is beszéljünk az örvös gala miatt, de például a kalászosban milyen betakarítási eredmények lettek? Tehát a, a... Ez a parcelláink itt most nem dőltek meg, mert nekünk innen a nagyobb területen szántókon ott komoly dőlések voltak. Tehát ott, ahol megdőlt a durumbúzánk, nekünk csak durumbúzánk van, tehát ott azért a nyolc meg a fölötti terméshozamok voltak benne. Azok, amik már 7 tonnásak, azok szépen állva maradtak. Ez a kísérletben szereplő területeken is így igaz, ez volt, hogy 7 tonna környékén adta a parcellák eredménye, hasonló a tilben is, meg a no is. Tehát amit már beszéltünk, szignifikáns különbség nincs, de egy nagyon szép termés hozzá viszont van. Hogyha ugye mögöttünk itt van a napraforgó, és azt látom, hogy egy picit elnézek arra, hogy itt viszont mintha éreznék. Egyelőre nyilván szemről beszélünk egy kis különbséget, tehát itt mintha a nótiles no olyan üdébb lenne, szebb lenne. Nem tudom, hogy ez te is így gondolod-e? Igen, 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 igen. Hát, és, és azt hozzá kell tenni, hogy ugye a nótiles no az mindig azért később szokott kikelni, vontatobbban, mivel hogy hidegebb a talajunk a fedettség miatt. De utána általában ez az beszokta hozni a tilhez képest, és igen, most jobbat mutat, mint a, a, a til. Tavaly egyébként ezen a kísérleti területen a négy tonnás terméshozamakat vágtuk le a, ezeken a parcellákon a szárasság ellenére. És jó, hogy a tavalyi ö, évet így felhoztad, ott sem volt azért érzékelhető a, a mintél tehát hogy, hogy abban a szárasságban is hasonlót hozott így a két technológia. Mind a kukoricában, mind pedig a a napraforgóban, búzában nem vettünk észre semmi különbséget, viszont a, a terméshozamok azok ö, szépek voltak. Ez adódik részben egyébként a talajadottságból is. Tehát, hogy ö, mi például nagyon ö, alacsony nitrogén dolgozunk, tehát itt a napraforgó esetében 30 kg nitrogén hatóanyag, a kukorica esetében ö, ott végül is egy 80-90 kg nitrogén hatóanyaggal dolgozunk, és ennek ellenére nagyon szép eredmények jönnek vissza. Búzánál pedig az a szintén 80-90 kg hatóanyagot alkalmazunk. Ugye itt folyik kísérlet, de hát a kísérlet az nem azért folyik, hogy jól érezzétek magatokat, akár ö, ö, Lajos Misi, vagy így a termelői klubon belül, hanem nyilván ezeket a tapasztalatokat próbáljátok átültetni majd a, a gyakorlatba, ha érdemes. És akkor itt jön a kérdés, hogy hogyan látod, ugye mekkora területen gazdálkodtok egyébként? Hát egy ez, szűk 1200 hektár. Na, hogy azért 1200 hektáron <coughs> kell majd döntést hozni ott a nótil no és mintil, hol, hol tart, hol lebeg a szemetek előtt. Tehát amikor első évben csináltunk egy 6 hektáros kísérletet egy 28 hektáros táblába, akkor nekem első évben nagyon jó tapasztalat volt az, egy pockos év volt, és gyakorlatilag egy citává fúrták a területet a pockok. Na most, hogyha én beleugrok első évben több száz hektárral, akkor azért elég nagy fejest ugrok a mély vízbe. És, és valószínűleg és, soha többet a És akkor hallani igen, sem egy, akarod. Igen, tehát, hogy egy negatív szájizzel jövök ki belőle, és akkor nekem innen jött az egész dolog az, hogy olvastam egy cikket, egy spanyol cikket, és és hogy megpróbáljuk a, a természetes hadviselést a pockok ellen, és csökkentjük a, a kémiai anyag felhasználást, meg a, a költségeket, mert azért nem olcsó a pocok tokszektáronként plusz hogy mérgezett a rendszert. Úgyhogy ugye két éve indítottuk el a Madártani Egyesülettel ezt a rendszert a pocok miatt. Most is ez az év is egy nagyon pockos év, itt a, nem csak a Tiszamaros szökben, de a Maroson túl is, sőt a Vajdaságban is. Tehát nagyon, nagyon nagy problémát okoz most megint a, a pocok invázió. Viszont maga a program, ez a madártani egyesületes programunk, ez nagyon szépen fejlődik, és dupla akkora populáció van már, mint amivel indultunk tavaly évben. Tehát visszajöttek a madarak, sőt, már a, a, a tavaly itt. Kikelt fiókák is. Ez most a szalakóta erre Ez mind a szalakóta, mint pedig a vércékre. Tehát ugye két fajt céloztunk meg igazából, a szalakótákat, illetve a vércséket, Ennek megfelelően vannak itt elhelyezve a villanyoszlopokon az oduk, de van erdei fülesbagó is, tehát azoknak is vannak kitéve oduk, meg kuviknak illetve ilyen mesterséges vércse telepek vannak, ahol ugye telepekben élnek a, a vércsék, és nagyon befogadóak voltak. és Van olyan telepünk, ahol három pár is költött már. Ez akkor egy nagyon tudatos építkezés, hogy elindul a notil, szépen, lassan, piciben. A lát, látod a, lát, de látod a problémát, akkor Igen. arra. Elkezdett felépíteni. Egy és szintén egy lassú válasz, tehát a nótilnek no a kialakulása is egy lassú folyamat, ugye a, a biodiverzitásnak a fokozása is egy lassú folyamat. És akkor hogy látod, hogy ez akkor most a nótil no szempontjából hova futhat ki? Tehát, hogy látod azt, hogyha beáll mondjuk ez a pocok ragadozó madár egyensúly, akkor megindul itt, most azt mondom, hogy néhány tíz, néhány száz hektáron a notél vagy akár a mintél. Tehát a, a mintélbe igazából szinte teljes területtel benne vagyunk már, tehát a forgatás az 18 óta nincsen egyáltalán, már előtte is csak a fokhagyma elé kellett a bérlő gazdáknak, mert ők nem akarták ezt elengedni. A lényeg az, hogy, hogy a mintil az nagyon szépen és jó működik, és szép termés eredményeket érünk el vele. A cél végül is a Nótil, no persze, tehát hogy de abban is, ahogy elmondtad, egy építkezés jelleggel. De nagyon szépen le van ez írva, hogy tehát nem szabad sosem ezekbe fejest ugrani és száz százalékra belelépni, hanem építkezni kell a rendszerben. Tehát én is ezt vallom, hogy az idén már uh, fogunk így vetni, mert lesz olyan direktvetőgépünk, amivel ezt meg tudjuk csinálni, a gabonát, uh, borsót. És, uh, de van egy, vannak olyan kultúrák, ahol például, ezt nem tud megtenni mondjuk egy máknál. Mm -hmm. Tehát uh, alkalmazkodunk, uh, ez, 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 kicsit a fajfüggő is, ez a, ez a, a nótiles játék, hogy miket termelek. Uh, és Ugyanezt látom egyébként, a, hogy egy intenzív, öntözött rendszerben sokkal nagyobb a kockázatom, hogy összetaposom hogy a vízzel telített talajomat. Tehát én például nem, nem támogatom az ilyen zöldség, intenzív zöldség, csemek, kukorica vagy cukorrépa termelést egy ilyen nótiles no rendszerben. Pont a, amiatt már tömörítem a talajt. Tehát amit lehet, hogy öt év alatt összehoztam, vagy három év alatt, azt lehet egy azt szezonban egy meg tönkre, tönkre teszem. Akkor még egy kérdés, hogy nálad mit jelent a MINTIL. Mert hogy ugye a, a NOTIL az viszonylag egyszerű, mert ott elvileg csak vetés van. De a, a MINTIL az sokféle technológia lehet benne, sokféleképpen. Tehát ez egy, ez egy kicsit tágabb technológia. Így van. Hát itt, itt ugye két dologra lehet beszélni, az egyik az a menetszámok mennyisége. Tehát itt, itt igazából egy vagy két menetszámról van szó az vagy egy sekély ö, rövid tárcsa, és ha szükséges, mondjuk akkor egy máknál mindenféleképpen szükséges még egy agresszív, amivel nagyon finom, síma, egyenes ö, táblát tudok, talajfelszínt tudok kialakítani, vagy pedig csak simán a kerrier, és utána mondjuk egy tavaszi növény esetén már gyakorlatilag a takaró növény utána, és abba pedig, ha tudunk, akkor direkt vetjük tavasszal a napraforgót kukoricát. Vagy pedig van még egy grúberes technológia, ahol még az után általában szükséges még szintén egy ilyen agresszíves talajfelszín simítás. Tehát maximum két menet és minimum egy menet, ami nálunk a mintílt jelenti, mélységben pedig az a 10 centi. A grúber esetében ott előfordul, hogy egy kicsit mélyebbre is megy, egy 15-20 centi, de abban is próbálunk most már inkább még sekélyebben dolgozni. És akkor utolsó kérdésként, így a visszaugorva megint csak a kísérletre, Igen. mire számít a Fog ez kifutni, ugye említetted, hogy itt az Agrofil termelői klubban négy helyszínen zajlanak hasonló, nagyon hasonló kísérletek, tehát tényleg itt, ugye ez itt a tábla méret, az, az ami különbség így van, van. Így van. Tehát, hogy mi, mire számítatok, mit, mit vártok egyébként? Én még nem tettem bele a takarónövényt például, mondjuk erről, Michivel nem is beszéltünk, hogy ezt egységesen beletesszük-e mert az, az egyébként valószínűleg, hogy javítana az egész rendszeren. Tehát, hogy, hogy csak simán a no úgy úgymond formátum van benne, de nincs benne takarónövény. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon eredmény fog lenni belőle, ez igazából hogy a nótél esetében mindig az ilyen száraz évek, amik az előző év is volt, vagy most a jelenleg is ez a 37-38 fokos száraz periódus az, amikor be tudja bizonyítani a, a jobb vízgazdálkodást a talajnak. Úgyhogy én, én pozitívan várom majd az eredményeket, de itt ez egy, ha, ha nem tesszük bele a takaró növény a rendszerbe, akkor úgy gondolom, hogy ez egy sokkal lassú folyamat.